Egy értéktelen, törött mobil volt mindössze a zsákmánya a nagykőrösi kettős gyilkosság elkövetőjének. A férfi 2 éve egy apát és a kamaszfiát ölte meg egy baltával, majd a vád szerint rájuk is gyújtotta a házat, hogy eltüntesse a nyomokat. Beszélgettünk, mondta, hogy itt tele vannak pénzzel, meg így, meg úgy. Hát egyet gondoltam ott át, hogy felbevágtam, azt oda leesettem. Rezzenéstelen arccal, egykedvű nyugalommal beszélt a rendőröknek egy kettős gyilkosság előzményeiről ez a fiatal férfi. Egy 17 éves mozgássérült fiút és az édesapját ütötte le egy baltával, majd a vád szerint rájuk gyújtotta a házat. A fiatalember csak annyit ismert el, hogy kirabolta őket, de állítása szerint, amikor elment, még éltek az áldozatok. Jó napot kívánok! Kérem szépen, hogy fáradjanak be, foglaljanak helyet. Két börtönkommandós kísérte a vékony testalkatú, halkszavú férfit. A most 21 éves Vas Csaba Adelint nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel, több ember sérelmére, a bűncselekmény elhárítására fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberöléssel vádolják. Tiszteltőbb inszik abban az esetben, hogyha terhelt az előkészítődésre a vádtárgyát képező bűncselekmény vonatkozásában beismeri a bűnösségét és nem mondott tárgyaláson közvaló jogáról, de december 19-ét 6 hónap vegyházbüntetést és 10 év közügyek töreltítást szabjon ki. Büntetőjogi felelősségét elismeri-e, nem ismeri, vagy részben ismeri el? Vas Csaba Adelin nem tett beismerő vallomást, és az ilyenkor szokásos a személyi körülményeire vonatkozó kérdésekre is nehezen válaszolt. A legmagasabb iskolai végzettségéről kérem szépen, hogy nyilatkozzon. 3 osztályt végzett. Valamilyen, tehát írni, olvasni megtanult, az rendben van. Egy kicsit, de akkor ezek szerint folyamatosan nehézséget jelent a folyamatos olvasás? Igen. Vas Csaba Adelin Romániában született, a szüleivel és testvéreivel évek óta Nagykőrösön lakott. Több büntető eljárás is indult ellene, ittas vezetés, lopás miatt. 2020. március 31-én is állítása szerint több üveg bort ivott meg, és azután elindult otthonról, megpróbálta eladni a bicikliét, amikor véletlenül a bűncselekmény helyszínére keveredett. A helyszín kiadás célja az, hogy Vas Csaba Adelin gyanúsított, önállóan mutassa meg. A kettős gyilkosság után egy héttel később készült ez a rendőrségi felvétel a helyszíni kihallgatásról. Jöttem így, megláttam a két embert, kértem egy cigit, azt mondták, menjek be, mert adnak. Bementem, tudottak egy cigit. Aztán mondta, hogy az öregebbik, hogy segítsek a fiának fát vágni. Erre a tanyára hívták be Vas Csaba Adelint. A házigazda egyedül nevelte 6 saját és egy fogadott gyermekét. Ezt az épületet azért bérelték ki, hogy gazdálkodhassanak. Azon a tragikus napon az egyik 17 éves fia volt vele, aki nehezen tudta mozgatni a kezét egy születési rendellenesség miatt. Ismertette őket korábbra, ezt a két személytlen? Nem, tehát csak úgy minden ellentételezés nélkül ők beinvitáltak két egy cigit és adtak. Így van. Az édesapa bennmaradt a házban, Vas Csaba Adelin kiment a fiúval fát aprítani. Beszélgettünk, mondta, hogy itt tele vannak pénzzel, meg így, meg úgy. Ezt ő magától kezdte elmondani, vagy kérdésre? Magától nem kérdeztem semmit. A fiúnál volt egy övtáska. Vas Csaba Adelin azt sejtette, hogy abban lehet a pénz. De egyet gondoltam ott át, azt felbevágtam, azt oda leesett. Mutasd a kollégán, hogy nem kell megütni, ne is üsd meg, légy szíves. Hogy hova ütöttél? Hát így. Hol érte a baltának a feje a sértettnek a testét? Hát ott fent, ahol nagyobb a haja. A tettes szerint még élt, mozgott a földön a fiú, miután fejbe vágta a baltával. Az övtáskában nem volt pénz, csak egy törött telefon. Ezután Vas Csaba Adelin bement a házba, ahol szembe találta magát az édesapával. Itt állt az idősebb személy. Te beléptél a baltával. Mit csináltál azután? Hát így rám nézett, azt is így felbevágtam. És ennél alig mondott többet az akkor már gyilkossággal gyanúsított fiatalember. Talált még egy üres pénztárcát a házban, azt bedobta a kályhába, és állítása szerint biciklire ült és elhajtott.
nyeresi vágyból elkövetett emberülés helyszínéről eltűnt mobiltelefonnak a cellája, az olyan környezetben kezdett el forgalmazni, ami azonos lehetett a terhelt családjának a házával. Ennek alapján egyébként nem is ebben az ügyben, hanem az egyik lopási ügyben házkutatást tartottak ott, és megtalálták ezt a mobiltelefont. Így került képbe Vas Csaba Adelin. Először tanúként hallgatták ki, majd néhány órával később gyanúsítottként, és utána vitték ki a helyszínre, arról a harmadik kihallgatásról készült a videó. Ő nem vitatta, hogy valóban ott volt ezen a tanyán, viszont azt vitatta, hogy megölte volna ezt a két személyt. Ott volt egy eljárási szabálysértés, nem vett részt védő ezen a kihallgatáson. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan eljárási szabálysértés, amely miatt nem lehet ezt a tanúval, ezt a gyanúsítotti kihallgatást figyelembe venni. A bíróság elfogadta az ügyvéd érvelését, kizárta a második vallomást, azt nem lehet figyelembe venni a büntetőperben. Maradt tehát egy tanúvallomás és a videóra vett helyszíni kihallgatás. Az ügyvéd szerint nincs is más bizonyíték. Talán a legfontosabb bizonyíték az az ő elmondás, hogy ő valóban ott volt. Ugye az arra ténybelileg jó, hogy ő ott volt, az egy más kérdés, hogy arra azt gondolom, hogy alkalmatlan, hogy az ölési cselekményben a bűnösségét azt kimondják. Van kamerafelvétel, ami azt mutatja, hogy abban az időpontban az ügyfelem egyik irányba elbiciklizik, és majd később visszajön. Vannak tanúvallomások. Ugyanakkor azt, hogy valójában ő volt ott, arra vallomás nincsen, vagy hogy ő követte volna el. Mi volt a célod azzal, hogy leütötted őt? Hát azt hittem, hogy van nála pénz. Tehát a pénznek a megszerzése volt a cél? Hát igen, hát az előtt mondta. Folytassuk a helyszíni kihallgatásról készült rendőrségi videót. Vas Csaba Adelin elismerte, hogy az állítólagos pénzért ütötte le a fiút és az apját, de azt állította, hogy nem ő gyújtotta fel a házat, a szakértői vélemények szerint még életben lévő két áldozattal. Látunk itt éges nyomokat kin és benn egyaránt. Ezek mitől lehetnek? Nem tudom. Amikor én mentem el, minden normálisan volt. Jó, te gyújtottál itt bármikor tüzet? Nem. A vád szerint Vas Csaba Adelin gyújtotta fel a házat, sőt, másnap még visszament, valamilyen gyúlékony anyagot locsolt az áldozatokra, és még egyszer felgyújtotta az épületet. A büntetőper igazi kérdése tehát az lesz, hogy mivel tudja az ügyészség bizonyítani, hogy valóban a vádlott és csak ő lehetett a tettes. A tárgyalás június végén a vádlott kihallgatásával, a tanúk meghallgatásával és a szakértői vélemények ismertetésével folytatódik. A kék fényben Miki Attila riportját látták.